Orbánékat betiltották. Így készül a húsleves. Keleten minden jobb. Jól láttam, hogy valaki... megsértődött? Csak nem. Boldog napot mindenkinek, inkább csak annyit mondok. Nézd települést, légy szíves. Szerintem Fábián Sebestyén az megérdemel egy sátautat. Hol az Istenben van? Nem tudod? Én se. Szentes mellett. Szentes és Orosháza között. Úúúú, hát ez a semmi közepén van. Infrastruktúra szempontjából. Sajnálok mindenkit, akinek oda kell tömegközlekedéssel hazamennie. Csak viszont be van kötve már az internet. Biztos nagyon szép hely. Van ott egy stadionbüfé. Az jó. Gondolom az a focipálya mellett van, és mondjuk a stadionbüfé az itt tippre is azt mondom, hogy egy kicsit nagyképű. Az egy jó helynek tűnik nekem, ez egy kellemes helynek, ahol az ember biztos szívesen el lenne. Hát Fábián Sebestyén, respect. Na jó van, Ádám, lehet, hogy úgy tűnik, hogy mi itt van ez a képernyő. Igen. Ajna, mi lesz? Így, mi itt vagyunk ezen belül, itt nem találkozunk senki emberfiával, de valójában mi is ugyanabban a teremtett világban élünk, mint ti, és valaki más, aki ugyanebben ezek a teremtett... Ezek a plebejusok? Mi plebs ugyanabban a teremtett világban élünk, mint ti plebs, és ugyanazon van a más plebs is. Ugyanazon egy kölőd. Igen, és itt van velünk többek között Dombovár István. Ugyanazt a gletszervizet iszú. Egy korszak zárult le, nem volt hosszú, de forgatagos időszak volt. Erről mesél nekünk a Dombovári. Hát vége lett a Mémovernek, a legújabb műsoromnak. Ez mindenképpen egy széria lett volna. Én mondtam a legelején, hogy vagy gyűlölni fogjátok, vagy imádni. Mondjuk jobban örültem volna, hogyha inkább a második történik. Jellemzően inkább az elsőtől. Amúgy a tévében, hogy valamilyen műsor kapjon egy második évadot, azért annak sikeresnek kell lennie. De most már nem úgy tekintesz rá ilyen nosztalgikusan, hogy... Ja, de hát azok a régi szép idők, amikor még a Mémóvel ment, azok voltak az idők, azt a kúra, de jó volt. Annyira nem szerettétek, mint amennyire szerettem volna, de minden vadonatúj műsornál ez ilyenkor így van, ez egy kísérlet. Ez nem volt franchise, nem volt licenc, nem mentünk a mi kitaposott nyomon, hanem megpróbáltunk valamit saját kútfőből. Bevállalta a Dombi. Ne hangulat az a videó. Látszik, hogy szomorú. Hát. Megértem. Én is szomorú lennék, megszűnik a műsorom. Én nagyon jól jöttem ki belőle, bármit is gondoltok. Én nagyon szerettem. Én imádok tévéműsort vezetni, imádok vendégekkel beszélgetni. Ez a műsor nem a mémekről szólt. Ez lett túltolva. A fiatalok, akiket új célcsoportnak szántunk, halálosan megharagudtak, amikor látták, hogy amit mi mémeknek hívunk, azok nem azok, amit ők gondolnak annak. Szerintem nem megharagudtak, hanem inkább kirázta őket a hideg. Vagy legalábbis én ma mi ilyesmit éreztem, amikor ezt a Johannes von Mémes poént meghallottam. Amúgy szerintem pontosabb lenne az a leírás, hogy akármilyen fájó, nem haragudtak meg, hanem nem érdekelt őket. Szóval azt látom, hogy azzal is mellélőtt a Mémover, hogy vagy legyen valami fullba trash, de akkor, hogy a Dancsó dagonyászhasson részenként benne, mint a kőgazdag fiatalok, vagy a luxus feleségek. Ja. Most veszem észre, hogy itthon a legjobban úgy látszik az elett polgárpukasz, hogy valaki gazdag. Igen, bászom, hogy senki, hogy milyen lehet. De hogyha valami meg így a kettő között van, az nem... Van is benne ötszer, de nem sikerült nagyon jó. Akkor már kell menni tényleg olyanba, hogy a Viaszat kb. Fizessen a Dancsónak, nyilván nem tudom, hogy fizet, nem biztos, hogy fizet, de hogy azzal foglalkozzon, mert akkor ott szolgáltatja a felháborító dolgokat, de ez így a kettő között ez ilyen senki földje szerintem. A két generáció közé ilyen módon nem lehet hidat építeni, ezt én magam is elrontottam. Ez a műsor nem a mémekről szólt, hiába e felé volt így orientálva. Ez a beszélgetésekről szólt, a sztorikról, ahhoz képest meg túl sok volt a kép. A képekhez képest meg túl sok volt a szöveg. Ezt most már tudom, egy csomó dolgot én is máshogy csinálnék. Szóval rengeteg jó interjú készült velem, rengeteg mindent elmondhattam, megint kaptam egy óriási figyelmet. Nagyon sokan jöttök az önálló estjeim, ami az én igazi fő célom, és ezért külön hálás, hogy... Ez nem értem, ez mi ez a magyarázkodás. Hogy most miért kell megmagyarázni, hogy milyen jól járt. Mert lehet, hogy arcvesztésnek érezte ezt. Aggódtunk érte. Nem hogy tudom. A követi lehet. Nagyon-nagyon sokan foglalkoztak viszont a műsorral. Rengeteg ilyen tartalomkészítők, youtuberek fogták, elemezték. Nagyrészt nyilván szétfikázták, de ezek a tartalmak, ha jól láttam, eleve erről szólnak. Ott a kritika. Ki volt? Itt van a teremben velünk? Ja, annyira nem foglalkoztak. A fikázó műsorodban szétfikáztad a Mémóvel. Nincs bűntudatom. Sajnálom csak ki. Nem csak fikázni szoktam abban a műsorban, de nyilván akit kritizálok, azok általában így élik meg. Én emlékszem arra a videóra, megnéztem, és... Lehettem volna kegyetlenebb szerintem. Lehettél volna kegyetlenebb, lehettél volna kedvesebb is, de mondtál egy csomó tanácsot, meg kiemelted, ami jó. Ez volt a jó. Igen.
csapkapitány! Én úgy éreztem, hogy így, hogy együtt nézzük és nevetgélünk, így amúgy megnéznék belőle még egy-két részt. Szerintem amúgy, hogyha erre a Dancsó rátalált volna és kifikázta volna, ez az, hogy én csináltam a videót, de úgy nem éreztem, hogy azt hittem, hogy a Dancsó tuti fog róla csinálni, de hogy így azért annyira nem sokan beszéltek róla az interneten, max a Redditen nevetgéltek rajta, biztos a Erhangerin, azt voltak róla a videók még? Én nem láttam. Pedig jó matéria volt hozzá. Szerintem azért kár ilyen megsértődött, mert így egy kicsit sértődést érzek, lehet, hogy nem annyira érezte ezt. Correct. Nem tetszett videóna, nem tetszett neki, de hogy azt gondolom, hogy egy humoristának legyen már egy kicsit önironiája. Hát én azt várnám, hogy egy humorista ne sértődjön már meg ilyeneken, érted? Amikor valaki stand-upol, mint ő, és akkor egy csomószor máson viccelődik. Uh-huh. És akkor ez rendben van. És de amikor a műsor is az egymáson viccelődésről szólt. Igen. Hát igen, de hát hogyha azon a körön kívül van, aki más viccel velük, aki nem az ő körükben benne van, az úgy látszik már nem olyan jó. Lehet, hogy itt a szakmaiságlet megkérdezve az, amin fáj. Másfél meg azért neki mégiscsak egy saját televíziós showja volt, szóval ez egy olyan pozíció, amiből meg nem elegáns itt megsértődni szerintem az internetre, a YouTube videókra. Jó, szóval lehet, hogy az, hogy többen megnézték azt a YouTube videót, mint a műsort, ez lehet, hogy fájó. És akkor mindig az van, hogy azért néztétek meg, mert rólam beszéltetek, de közben minden videót megnéznek annyian. Nem mindegy. Gondolod, hogy ki mond ilyet? Ki mond ilyet? Nem ő, csak vannak, akik ezzel jönnek. Általában azok jönnek ezzel, ez a kedvencem, hogy ebből látszik, hogy sokan megnézik, mert rólam beszélsz, és így egyik legkevésbé nézett videó az elmúlt 10 napból. És elmúlt 10 videóból. De jó. Épp az a baj, hogy rólad beszélek, ezért kevesebben nézték. Én annak is örülök, hogy ők is foglalkoztak vele. Ti pedig remélem örültök annak, hogy még készülnek tévéműsorok, mert hogyha nem készülnek tévéműsorok, akkor ti nem tudtok miről reakció videókat csinálni, nem tudtok. Krisztus atyám, nagyjából ennyire megsértőd a Dombi, bazdmeg. Sajnos, semmi másról nem beszélünk. Érdekes, amúgy tévéműsorokról szerintem évi egyszer beszélek, mert egyszer nincs mit beszélni róla. Jó, de hogyha nem készülnének, az az évi egy videó nem készülne. Ja, akkor készülne másra. De szerintem ő azt hiszi, hogy én vagyok a Dancsó és kever vele, mert a Dancsó tényleg egy csomószor tévéműsorokról beszél. Lehet, hogy másra gondol, és volt egy másik csatorna, ami a Mémóverről beszél. Szóval ez a más, hogy mondjuk a Dancsó, attól függetlenül, hogy nem feltétlenül kedvem a tartalmát, Dancsó szerintem meg lenne a tévéműsor nélkül. Az enélkül a tévéműsor nélkül is. Hát enélkül megvan. Talán, szóval ő magát építette föl, és szerintem talpra esne. Többször sikerült ma újra feltalálni magát, míg ezek a tévéműsorok, meg úgy érzem, hogy itt egy csomó olyan ember van, akit, hogyha nem nyom a média folyamatosan az arcunkba, akkor senkit se érdekel. Amúgy se, csak elhitetik, hogy érdekelnie kéne, hogy ő most ő milyen. Mert mindenki erről beszél, akkor nyilván érdekes. Ha mindenki adott meg a Blikket, meg a TV2 reggelit értjük. Ugyanazokat a celebeket pörgetik, annyira nem is nézik az emberek egy csomó tévéműsor, ha csak nem valami ocsmány felháborító dolog van, és láthatóan kétségbe esettek, hogy már ilyen mémes műsorokat csinálnak, azért nem kell annyira felül pozícionálni a tévéműsorok világát, hogy most az még mindig a meghatározó dolog, még az internetnek is. Te is azt mondtad, hogy tévéműsora volt, ez egy jó pozíció. Hát, olyan szinte jó pozíció, hogy igen, mégis egy presztízs, nem? Lenne egy csomó erőforrásod arra, hogy valami ott csinálj. Hát ez biztos, hogy nagyobb erőforrásokkal rendelkezik egy tévéműsor, mint egy YouTube csatorna. De lássuk még, mit mond a Dombi? De lehet, hogy igaza van. Csak én nyilván az internet szűrőjén keresztül nézem, és elvakít az internet engem. És ha elfogynak ezek a tévéműsorok, akkor bizony le kell kapcsolni a kamerákat, a szobából ki kell menni és készíteni saját tartalmakat. Úgyhogy szerintem jó dolgozunk mi együtt. Na, Dombovári István, tudom ajánlni figyelmedbe a közös többszöröseket. Vagy a összes műsort, vagy a Jól van ez így, és ez is egy sem. Jó, mondjuk az igaz, hogy Jól van ez így, hírek nélkül, műsorok nélkül, politika nélkül, állatkertek nélkül, miről szerintem szólnak? Itt tűnünk, képzeld. Ha nem lenne világ, amire reflektáltunk, igen. Szerintem semmilyen műsor nem lenne sehol. Nem tudnánk semmi. Itt ülnénk, Ádám, egy nagy, fehér, semmi közepén, és így néznénk, hogy az meg igen, a Dombovárinak. De úgy szerintem zene se lenne, meg filmek se lenne, neki nem lenne egy világ, amiben reflektálhatna, amiről szól. Nem kapnánk levegőt. Szóval ez most nagy megfejtés, hogy így reflektál a világ folyamatosan önmagára, egymásra. Na, és ha nem lennének mémek, akkor mit csinált volna a Dombi? És ha nem lennének ilyen lefuttatott celebek még, akkor kikülnének be? Jó, a Mémóverből pont nem lefuttatott celebek. De most amúgy ez különösen érdekes tényleg, hogy a műsor egyik alapkoncepció az volt, hogy a internetről elhozott mémeket használom fel a műsoromba, és aztán meg azt mondom az internetnek, hogyha nem lenne tévéműsor, akkor nem tudna mit csinálni. És amúgy rájöttem, Ádám, arra, hogy miért voltak annyira ügyetlenek azok a mémek. Azért, mert nem rakhatták ki azokat a mémeket. Tehát volt, tudod, az a hátrafordul a csávó, a másik csaj után mém. És egy utánzat volt, mert az eredeti stockfotót nem akarták gondolom a
tévében mutatni. Hát. Ennyit nem vállaltak be, hogy megfelelő mémek legyenek. Tudod, mi volt egy nagy zicser, amit kiadtak? Na? Egy mém over műsorba nem hívták meg a High the Pain Heroldot, aki magyar? Miért nem ő volt a műsorvezető amúgy? Hát ez van, mindegy, akkor megyünk, kimegyünk az utcára, és akkor így, így a napfényben így, így elégünk, mert ugye mi ilyen internetnördök így ülünk így az interneten, és hát nem csinálunk semmit, ja. Sajnáljuk. Bárcsak nekünk is a seggünk alá raknának egy félszar műsort, és akkor sokkal nagyobb pofánk lehetne. Másra vagyunk abszolút utalva. Szerintem nem vagyunk a Dombóvárira utalva, mi meg leszünk nélkül. Hát Dancsóval van a luxus feleségek egymásra utalva. De szerintem, hogyha Dombóvári nem csinál többet műsort, az internet tökéletesen menni fog tovább. Mi is, a Dancsó is, mindenki. És úgy érzi, hogyha mondjuk ő csinálja a következő műsort, és senki nem beszél róla az interneten, akkor már lehet, hogy ő nagyobb bajba lesz. Úgy érzi magát a Dombi, mint mikor én fölmondtam a főkertnél, hogy azt hittem, hogy majd összeomlik az egész koncert. Az az, hogy bejelenti a Dombóvári, hogy nem csinál top TV műsort, és bezár a fókuszcsoport. Emberek a tévékbe így rohannak, meg az interneten, a Reddit fölrobban. Pedig meg én sem gondolom azt, a jól van az ígyről, ami most nagyon fut. Naponta több mint 100 000 megnézik, már valószínűleg előrébb tartunk, mint a Viaszatnak egy csomó műsora, és valószínűleg, ha nem lenne, az emberek azt mondják, ja, az jó volt, azt szerettem, aztán nézzenek valami más. Szóval azért még, hogyha a számokat vannak, sem szabad túlpozícionálni magad az interneten, akármennyire szeretnek, meg minden, tovább lépnek az emberek, keresnek egy másik műsort, és lesz valaki, aki kitölti a helyedet, szóval azért nem szabad azt hinni, hogy itt körülöttünk forog a világ. Hát meg tudjuk, hogy egy jól van, az ígyet bárki fel tud építeni néhány hónap alatt, az, hogy 150 000 nézik, az azért nem egy nagy dolog. Erre te vagy megsértődő, ezt valaki ezt mondta. Nem vagyok megsértődő, csak annyira viccesnek találom. Miért kell ezt mondani? Én sem mondom, hogy egy Hollywood hírügynökséget meg tudnék csinálni, vagy bárki meg tudna. Kicsit úgy érzem, hogy ez nagyobb sértődés volt itt, mint szerettem volna. Oké. Okay. Még nézzük meg, hogy mi történik még a magyar tévékben. Nézzünk bele egy politikai műsorba, egy klasszikus politikai műsor, egy ráadásul egy nagy eseményről, az utolsó miniszterelnöki vitáról 2006-ban. Le fogjuk rágni a körmünket. Lassan szavazókorú lesz egy generáció, aki később született, mint az utolsó miniszterelnök jelölti vita. Ez szomorú, nem? Ez valóban szomorú. Köszönjük a stúdióban Lakner Zoltán, jó estét kívánok, és Török Gábor politológusok, jó estét kívánok. Együtt nézzük a vitát, ki nyer? Hát, nem hiszem, hogy el lehet majd dönteni, szerintem, nem tudom, döntetlen közelít várok, maradjunk ennyiben. Ki jel? Voltak viták a tapasztalatok szerint, amelyeknek volt egyértelmű nyertese, és voltak olyanok is, amelyek unalomba fulladtak. Ez a két lehetőség áll ma előttünk szerintem. Szégnézzük most ezt a két oron. Nem, elég legyen, menjünk a következőre. Ezzel lerágtam a körmömet, remek volt. Miért? Lehet, hogy maga a vita az már izgi volt most. Jó, de nem is a vitáról, hanem a körülötte lévő műsorról beszélek. Aha. Most lássuk ezt, választási műsor. Szervusz Anna, jó napot, jó estét kívánok a nézőknek. Sajnos még nem frissültek az adatok, ugye itt azért van egy átfutási idő, a 17 órás részvételi adatokat körülbelül olyan 3/4-6 magasságában fogják nyilvánosságra hozni, tehát még egy picit várni kell, de ugye, ahogy te is mondtad, zárult az óló, hiszen 52,75%-a a szavazóknak, tehát több, mint a választás. Nézzük meg a harmadikat. Mi van ezzel szemben Koreában? Ez konkrétan a koreai választási eredményváró műsor. Igen? Igen. És abba a politikusok ültek a kocsiba? Hát mindjárt megnézzük közelebbről. Fordítasz? Sajnos nem csak koreaiul. Ez egy érdekesebb prezentálás amúgy. Én azt szeretném megtudni, hogy nálunk mikor lesz ilyen. Hát most már elkezdte az M1, ez az AI. Igen. Ez, mi ez a nagy... Ez mit szimbolizál? Hát nem tudom, ez valami Mad Max setting. De még lesz jobb, várjál. Mi a franc? Ez valami lázálom? Ez valami másik jelölt? Igen, hát nem tudom, mindenféle. Gondolom, különböző területeknek a választási eredményeit is külön mutatják. Én azt mondom, hogy ez ebben munka volt, és fenntartja a figyelmem, bár valószínűleg nem tudnám követni, hogy kiről van szó. Ja, de ki a fasz érdekel? Nézd meg, majdnem rájuk honnan.
Ez izgalmas. Csak nehogy atletekat adjál, mert itt aztán elköthetnek erre milliárdokat itt. De erre kölcsönök! Ezt figyelj, bezárják a kórházakat, de ezt csinálnak belőle, akkor minden rend volna. Hú, most a kezdek izgulni értük. Még a végén valahogy táncolnak, nyilván ez a legjobb rész. De az, azért van egy szépsége, hogy a korai tévé a választásokról mémesebben tud kommunikálni, mint a Viaszat egy mém műsorban. Mikor ez már egy ilyen Orbán Gyurcsány? Imádom a korai nyelvet, annyira munkás hallgatni. Nem csak ilyen van, érdekel még ebből? De ez ugyanaz. Hát másik választások. Szóval ez mindig így van. Ez ilyen Harry Potter feeling most? Igen. Mindig egy filmnek a tematikájára húzzál fel. Úgy tűnik, hát gyakran. Figyelj, ezt én most már kezdesz szállni, ezt szerintem rendben van. Istenem, mennyire szórakoztatóbb ott minden. Nem csoda, hogy tudják importálni a szórakoztatóiparukat. Ha, az az. Ezt nézd, mi ez? Csodálatos. És itt viszont mindegyik ugye másik padja mindenféle helyi választásokon. Hát itt van, ha más nem, akkor legalább a Partizán megcsinálhatna ilyenre majd az eredmény váróját. És ez 5 éves videó, szóval azért ez meghaladta a korát szerintem. Ezt nem ma kezdték el. Mennyivel izgalmasabb tényleg, mint csak ott állni, ezt magyarázni. Szívesebben hallgatnám itt, hogy megint 2/3. Tegnap megbeszéltük a mobilfoxos eseményeket, akkor még azt mondtuk ugye, hogy nem reagáltak erre semmit, legalábbis az ilyen felvetésekre, hogy akkor most mi a faszom volt ez az egész, és miért kellett. De mára van egy Index interjúnk, és kiraktak egy TikTok nagyon videót várom, is. Nagyon jó lesz. Van a 25%, nagyon örülök, hogy meg tudtuk beszélni. Üdv újra a csapatban. Remélem most már minden rendben lesz. Így. Kiszortunk összetek 2 millió forintot. Máshogy válogatták a felvételeket, ha jól látom. Szeretetet kaptunk tőletek. Nagyon szépen köszönjük, hogy ennyien eljöttetek, hogy ennyien tüntetetek, és hogy így vigyáztatok egymást. Tüntettetek? Ezt elengedtem a filmet, most mindegy, nem? Senki nem sérült meg. Papucsba ez szerintem sokkal fontosabb. Folytatódik a mese, az éjjel nem érhet véget. Senki nem sérült meg. Hát jó, majd megnézzük, hogy milyen traumái lesznek ezeknek az embereknek, és hát... Ennyi? Ez volt a nagy reakció. Hát igen, ők ezt gondolták maguktól elmondani, de még ott van az Index interjúk. Itt játssz a érző fiút, vagy legalább most már? Mindig a platformnak megfelelően? Azokra kommentelőkre, vagy tartalomgyártóknak a reakcióira tudnál te is reagálni, akik azt mondják, hogy mondjuk ez picit lehet, hogy mondjuk megalázó, hátrányos helyzetet teremt a gyerekeknek, nem biztos, hogy oké, hogy őket csinálják. Miért úgy kell feltenni ezt a kérdést, hogy nem lehet úgy feltenni, hogy nem a tartalomgyártók, hanem, de ez egy megalázó dolog volt, erről mi a véleményed? Mert így most arra kell reagálni, hogy jaj, ők belőlünk, mint a dombi, ezt nyomhatná. De hogy... Miről beszélnénk, hogyha nem erről? Mint egy riporter feltehetné úgyis a kérdés, hogy hát igen, ez volt, nagyon veszélyes volt, akkor erre reagáljál. Ne a tartalomgyártókra reagálj, hanem a helyzetre. De ennek két oldala van. Nyilván nekik is meg... Hallgattassék meg a másik oldal is. Van az igazuk, meg nekünk is. Nekem nem az volt a célom. Én amúgy... Két igazságban. Két igazságban úgy tűnik. Nincs tény. Sajnos. Nincs tény. Bár lenne tény. Én szeretek adni, én szeretek segíteni, és ezt az akaratomat, ezt így úgymond... Akkor a UNICEF-nek ajánljad fel a pénzt. Önző ember szeret segíteni. Ez majd lesz szó erről is. Az volt a célom, hogy igazából mindenki kapjon egy kicsit, de... Nem az volt a cél. Miért kell ezt hazudni? Az volt a cél, hogy reklámot kapjatok, és 2 millió forintért kurvosok reklámot kaptak. Ez volt a cél. Egyáltalán nem az a célja, hogy adjon. Nem egy jó ember, nem követendő, nem jó fej. Miért kell eljátszani és tetszeregni ebbe a szerepbe, hogyha egyértelmű, akinek kettőnél több agysejtje van, az tudja, hogy nem ez volt a cél, hanem a reklám volt a cél. Szóval eljátszák az Index, meg adjuk alá a lovát, ahelyett, hogy oda menne valaki, és meg tudom nézni, hogy mi a kurva anyátokat képzeltetek, hülye gyerekek. Nyilván ezt szemben is meg lehet fogalmazni, de itt... Jó, hát az Index az olyan, amilyen, hát tudjuk. És feltétlen a pénz, tehát itt csemény volt, hogy ennyi ember egy helyen legyen, és senki nem azt emelte ki, hogy mennyi pénzt szeret össze, hanem hogy meg... Adj erőt, te idióta barom, hát ez nem arra volt. Ne csináljátok a pénzt, leszarjátok a gyerekeket, leszarjátok, reklámot akartatok. Legalább lenne annyi tökük, hogy azt mondjuk, hogy á, faszom, hát igen, a hülye gyerekek. Felhasználtuk a kis hülye gyerekeket, bazeg, arra, hogy kapjunk egy csomó ingyen reklámot, kurvosok pénzt kaptunk ebből, mi a nem te
tetszik így, vagy csicska fejű. Miért ne lehetne ez valakinek egy közösségi élmény, Ádám? Nem mindenki taposta össze a másikat. Jó, most, de hát el van adva itt izének. Szerintem is mindjárt még a végén mondani, még kiderül, hogy ez fontosabb, hogy közösségi élmény legyen. Végül is annak a közösségi élménynek a részének lenni, hogy pénzt szór valaki Budapesten, az mégis egy különleges dolog, mert nem szokott ilyen lenni. Nem véletlen. Nincs 2 millió forintja senkinek. Meg egy olyan történetet, egy filmszerű történetet, egy mesét alkottunk meg, hogy igenis vannak olyan helyzetek, mikor pénz hullik az égbe. Karácsony. Ádám. Miért? Minden nap esik pénz. Minden nap látsz embert eldobni gombosz, egy köteg ezres, pénz. Amit visszafúj a szél az arcába. Ilyet minden nap látsz? Gergely az eseményre reagálva a hétfő este a következő posztot tette közzé közösségi oldalain. Az embereket behűíteni akaró marketing trükköket eleve pusztítónak tartom, de most sajnos szó szerint is igaz volt. Jó, na, posztforrentesek itt felmondták, amit kell. Várjál, mert elmondta a Szépréti Roland, hogy... Igen, láttam, és nagyon sajnálom, ami történt. Innen is üzenem Karácsony Gergelynek, hogy tiszta szívemből sajnálom, vállalom a felelősséget érte. Éppen ezért saját kezűleg fogom elültetni ezeket a növényeket, virágokat, de amúgy megegyezhetünk másfajta növényben is, ez tényleg megegyezés kérdése, de azért szeretném kiemelni a... Miért van de azért? Amúgy azon gondolkozom, valami rosszat csinálok, nem lehet azt, hogy igen, ezt elbasztam. Muszáj valamit oda hozzátennem. Szerintem az az érdekes, hogy mit tesz oda, ezt figyelj. Azt, hogy minden ember más, és pont ezért jó így a világ. Tehát vannak olyan emberek, akik milliókat adnak a társainak, és vannak olyan emberek, akik 10 milliókat költenek tanácsadókra. Ó, de szól. Ú, szép réti Rudi. Pedig csokiból az, hogy a karácsonyt védje, nem könnyű kihozni, de most. Lehet, hogy sikerült bár. Hát, a karácsonyal van probléma, én nem azt mondom, hogy nincs. De a megafonos propagandát felmondani az Indexen, annak is van egy bája, nem? Meg miért kell belekeverni a politikát? Miért nem azt mondta, hogy hallott politikus öregember, szarok rád? Ez egy fiatalos dolog lett volna. Engem nem érdekel, ki ez a csávó? Milyen bogár mester, mi? Nem. Azt mondja, hogy ő hallotta az én, igen, a megafonban, látta, hogy hát a konverziónak volt egy sketch erről, biztosan nem tudni. Látott egy ilyen propaganda videót, és akkor felmondja szépen, hogy Roli, miért? Mindegy. Pedig annyira önálló gondolkozónak tűnt első blikre, és most kiderült, hogy nem. Erre tanítottunk, Roli. Amit viszont el kell ismerni, hogy amúgy ami ma reggel kijött videó, tegnap, amiről beszéltünk, azért állítottunk olyan dolgokat, amik most már kiderültek, hogy nem igazak, tényleg bejelentették ezt az egészet. A rendőrségre egyeztettek, a rendőrség ott volt, és biztosította a területet, és figyeltek rájuk. Valószínűleg ezért nem történt nagyobb baj, nem pedig ő miatt, meg a saját maguk által intézett szervezők miatt, és a Kevin pedig elmondja, hogy ő már nem is tartja jól tettnek ezt, hogyha újra megszerveznék ezt, akkor nem így csinálná, nem szórna lóvét. Meg elmondják, hogy ez a beef, mindegy, ennek volt egy valóság alapja, de nem ez a lényeg, hogy van egy valóság alapja, azért nem lehetett elhinni, mert nyilvánvalóan föl volt fújva. Ez már gyakorlatilag senkit nem érdekel, miután hallottam azt a szerencsétlen lányt az életéért könyörögni a tömegbe, és ezután azt mondja a Rodi, hogy ja, hát ugye egy gyerekről volt hír, hogy akkor ki kellett hozzáhívni a mentőt. Jó. Ja, meg azt is mondják, hogy adakoznak. Jaj, ez a kedvenc, amikor előhúzzák az emberek az adakozó kártyát. Na, nincs. Megkérdezte az újságíró, hogy nem lett volna jobb eladakozni ezt a pénzt, és mondta, hogy havi 3 milliót adakoznak meg. Hogy mire? Nem tudom, adóba. Autista gyerekeknek. És ezt el kéne hinnem. Hát... Én nem tudom, hogy ezt amúgy mi a jó módszer erre, hogy kiderüljön, hogy te adakozol. De valószínűleg nincs jó módszer erre, mert amint elmondod, hogy te adakozol... Kiderült, hogy le lehet írni az adóból, vagy mi? Szavukat se hiszem el arra, hogy... Ilyenkor azt tudnám elfogadhatónak tartani, hogyha azok, akiknek adakoztak, azok mondanák, hogy hello, amúgy figyelj, ezek tényleg adakozó gyerekek, ezek nem... Adakoztam a saját szervezetemnek. De nem tudjuk, nem tudjuk, lehet, egy hogy adakoznak. De nem, egy szavát se hiszem el csak így. Ne arra, hogy ez, amikor előrántják a seggükből, hogy én szoktam adakozni, nagy nekem mindent készpénznek vennem, baznak. És ilyen érdekes, hogy mindig, ami akkor rántják elő a seggükből, amikor balhé van, akkor ezt mindig elő lehet rántani az adakozás kártyát, mint hogyha ez bármit megmagyarázna. Meg tegyük hozzá, hogy láttuk már őket hazudni. Értem, hogy akkor volt valami veszekedés a háttérben, de azért biztosan úgy érzitek, hogy itt nem hazudtatok. Szerintem hazudtatok. És igen, aki hazudozik, direkt nyerészkedési célból hazudozik, és utána azt lehet mondani, hogy ez csak egy poén volt, de nem tudom. A két okosnak az elrablása azt nem tudom hazugságnak értékelni, mert az egy média hack volt. Egyértelmű volt az elejétől kezdve, hogy itt valami meg van rendezve. A nézői korosztályának nem mindig egyértelmű. Na jó, menjünk át egy másik reklámkampányra, Ádám. Jó, van ez így.
Nem tudom, tudjátok-e, de adóforintok szoktak átcsusszanni határon túlra, amivel ugye alapvetően nekem nincsen problémám a határon túli magyarságnak az életét megkönnyíteni, az szerintem egy fontos dolog, meg a kultúra megőrzése. Hogyha esetleg az ottani kormányzat nem támogatja vagy diszkriminálja a magyar vállalkozásokat, akkor azokat segíteni. Ez szerintem egy fontos dolog. A probléma szerintem ez az egész az, hogy ma a magyar kormány nem túl átláthatóan végzi ezt, és hát nem tudjuk pontosan, mire mennyi pénz megy el. Hát... És ez egy probléma szerintem. Szerintem, hogyha átláthatóan lennének támogatva a határon túli magyarok, ez mindenkinek egy sokkal jobb világot eredményezne. Ugye a Csikisör is egy híresen kormány által felhájpolt márka, vagy magyarság tudatot kölcsönöz, hogyha Csikisört iszol, meg ezt a csiki chipset. Jó a Csikisör? Én meg voltam elégedve, meg sokféle Csikisör volt. Én az R56-ban jó ízűen kortyoltam a Csikisörömet. Mondjuk te is részét, hogyha jól emlékszem, a szarvasgombás chipsüket nem vetted meg. Igen, ja. A szarvasgombát szeretem, te meg utálod. Iszonyú büdös, elképesztő büdös. De ez nem a csiki miatt van, hanem a szarvasgomba miatt. Viszont, hát a Csikisör is úgy tűnik, hogy unortodox reklámkampányba vágott bele, ugyanis Csikisört nyalogatnak a lányok az egyik szexcsatornán egy reklámban. De a Csikisör viszont tagadja, hogy ezt ők csinálták volna ezt a reklámot, de meg is nézhetjük. Nem gázos szerintem. De miért fizetne valaki egy reklámot egy cégnek, ami nem az övé? Majd erre is kitérünk. Jó, Isten, ez nagyon szövevényes ügynek tűnik. Ez csókolozik két nő. Uh-huh. De még a sört nem is látni rendesen. Na várja, mindjárt. Figyelj, szerintem ez egy jó reklám. Ez a reklám? Akár, akármit mond, ez egy jó hát, reklám. Hogy a pornócsatorán... Ott van, Csikisör. Jó napot kívánok. Hello. Azért érzed az áthallást itt. Érdekes. Az, hogyha a Csikisört iszol, akkor menő lesz, és a csajok szeretni. Én arra gondoltam. Fognak. Valahogy megjött a kedvem a Csikisörhez. Innék egy Csikisört. Jó lenne, jó, igen. De már most ezen a csatornán, ezen nincsenek reklámok, ugyanis ez egy fizetős csatorna. Csak ez a Csikisör reklám van. Azt írja legalábbis itt a cikk. A Transtelexnek amúgy már voltak összetűzései a Csikisörrel, úgyhogy amikor megkérdezték ezt a néhány kérdést, hogy most akkor mi van ezzel a reklámmal? Meg miért jó az egy Csikisörnek, hogy ilyen reklám szeretne, és azt válaszolta a Csikisör, hogy igen, úgy tűnik, visszajöttek a nevünkkel és a logónkkal. Amennyiben a székely mondást veszük alapul, miszerint az a tyúk kotkodása, amelyik tojt, akkor a visszaélő személy akár ön is lehetett, hogy végre legyen egy jó sztoria. Tehát az a hülye, aki mondja. Telex csinálta ezt a leszbikus reklámot. A Transtelex. Ez nem is leszbikus, amúgy ez nem leszbikus volt feltétlen, mert itt más áthallást éreztem. Mást? Nem mást. Az tette ki ezt a reklámot, akinek piros a tenyere. Ezt szeretném mondani. Voltam. Azt mondja, hogy amíg ön a felnőtt videókat nézegeti, addig mi Csíkszentsimonban dolgoztunk. Több száz székely embernek és családnak munkát és megélhetést biztosítunk. Megköszönjük a több erotikus tartalmú kérdéssel nem zaklat minket, és ilyen tiszteletlen perverz videókat sem küldözget fiatal női kollégáinknak. Ádám, igen, a fiatal nem női kollégának látnia kellett. Nem elég, hogy ő neki fel is kellett vennie, meg szerepelnie benne, meg küldözgetik is neki. Nem, de hát látszik, a Csíkisör manufaktúra elutasít minden ilyen szexualizációt. Isten haza család jegyében és nevében működik. De ez mi ez a sértődött válasz? Ez fantasztikus. Az, hogy volt már dolguk a Transtelex. Én most ebből a válaszból biztos vagyok benne, hogy ez az ő reklámjuk volt. 100%. Hát annyira sértődött válasz, hogy ez borzalmas. Na jó, de az lejön belőle, Ádám, hogy a Csikisör ilyen szexuális utalásokba, ilyen szex dolgokba, különösen a nőkkel kapcsolatos szexuális utalásokat teljesen elutasítja, és a fiatal női kolléganőinek biztos, hogy semmilyen ilyen dologgal nem kell szembenéznie, igaz? Biztos, szegény fiatal kolléganőkat. Úgy képzelem, hogy ott vannak ilyen 60 pluszos férfiak és 20 éves nők. Ezek dolgoznak csak ott. Hát nézzük meg, Ádám, a következő videóban. Ugyanis az a Csikisörnek van egy ilyen Csikisörös lányok a karanténban videója, amiben a saját munkatársaik vannak. Fú, erre nem számítottam most tényleg. Tiltott kolbászolni. Kész csokolom, irodavezető asszony. Jó, megiszik egy kis Csikisört. És mi történik? Valami történt. Oké, irodavezető asszony. Hát valami. Szexuális zaklatás áldozata lettem. Valamit mondott. De most mi ennek a lényeg, hogy kevesebb a ruha rajtuk, miután isznak, vagy... Hát... Ez a vicc.
berúgna, és akkor mókások lesznek. Hát isznak, és de aztán kevesebb a ruha rajta. 4-20 a videó hossza. Lehet, és ez nem véletlen. Valaki feltöltötte a Csiki Sörnek az oldalát. Ez ugyanaz, ott van, mint az első, nem? Franchise chef. Oké, okay, franchise chef. Ezt nem vettem észre a helyszínváltásokat, Ádám. Sajnos. Ez ilyen TikTok utánzás, hogy ez ilyen trend, hogy nézzétek népviselet, nézzétek szexit. És ez, na jó. Nem csak, hogy a telexes pornókat küldözget neki. Nekem nem mondja senki, hogy itt semmilyen szexuális utalás semmelyik videó részletben. Ez végig ilyen. Igen. Csak ki így, ki úgy csinálja meg ezt a videót. Ja, de ugyanaz a ruha van rajtuk, hogy nem, nem. Hát képviselet, aztán meg levesznek rétegeket. Tehát nők vetkőznek. Nem mindenki akart ezt megcsinálni, szerintem azt nézem. Hát meg nem mindenki ugyanúgy csinálta, azért volt, aki kevésbé hajolt bele ebbe a mutatványba. Ezt jól kitalálta marketinges amúgy. Nekem tetszik a reklám, nem értem a fanyalgókat, csinos nők sört isznak. Jó, amúgy annyira azért nem volt izgész. Csinos nőket akarok nézni, hanem 4,5 percig azt fogom nézni, ezek, hogy így nem értettem ezt az egészet. És még az egészhez kapcsolódik, ez a Lénárd András, ugye Csiki Sörnek a tulajdonosa, ugye valahogy mindig bekerül a hírekbe. Elvette feleségül a Kárpáti Rebekát, gratulálunk nekik, modell. Okay. Ő volt az, aki gyorshajtásért megállítottak a román rendőrök, és akkor a diplomata útlevéllel próbált meg miért érvelni. Miért van diplomata útlevele? Ki tudja. Hát azokat manapság így osztják, ugye, mint a valahol biztos. Hozzá még nem jutott el. Csak hát ez szerintem ugye ez egy remek jelzés arra, hogy ő mit gondol, hogy milyen világban élünk, egy milyen feudális világban élünk. Szóval nekem ez olyan furcsa, kiakad ez a fazon, amikor 2 éve csináltatott egy reklámot, vagy én nem tudom, hogy kinek az ötlete volt ez. Lehet, hogy nem az ő ötlete volt, de jóvá hagyta biztosan. Hogy ott a nők ott vetkőznek, jó, akkor kijön egy ilyen reklám, akkor meg így megsértődik. Nem ők csináltak, akkor miért nem azt mondta, hogy hát takarodjatok már. Kötsz az ingyen reklámot, amúgy perelünk. Biztos föl lehet fejteni, hogy ki csinálta ezt. Valaki megbízta azt a tévét azzal, hogy leadják. De ugye szeretne lazábban menni, főleg, hogyha ilyen az a sörgyár vagyunk, hogy a lányok a sörgyárban. És hogyha nem lenne csak kis sört, nem támogatná ennyire az állam, akkor az már csődbe ment volna, nem? Hát most lehet. De hát ez meg nem még tudjuk. Így is? Nem tudjuk. Én nem mentem most utána itt a támogatásoknak. Nyilván voltak ilyen sketchy dolgok ebben is, de közben meg amúgy tényleg sok száz családnak meg munkát ad Erdélyben az, hogy van ez a cég. Szóval azért ez nem fekete-fehér, Ádám. Nyilván az nem biztos, hogy ennek a Lénárd Andrásnak a tehetségének köszönhető ez a siker, kizárólag, de az biztos, hogy van haszna is ennek. Azt írják, hogy épp most megy csődbe. Hát néha csődbe megy amúgy. Hát csak ott hirtelen néha. Hopp, pár milliárdot lesz. Persze, nem baj, majd a kórházakat is valaki kimenti. Na, azt nem. Mi volt, ezt próbáltam én is most utána olvasni, hogy volt-e Orbánéknak egy konferencia, ami nem, hogy az Orbán ugyan még nem volt ott, nem? Épp a Nigel Farage beszélt, amikor lelőtték, ez a Nemzeti Konzervatív Konferencia NATCON. Brüsszelben sok helyen próbálták megszervezni, és nagyon sok helyről elküldték őket. Végül találtak egy helyszínt. Amúgy már sem értem, hogy miért küldik el őket, de gondolom úgy, mint a beszéltes Somogyi Andrást. Somogyi Andrást nem engedik fellépni Sopronban, meg nem tudom, akkor így a Nigel Farage-t nem engedik fellépni Brüsszelben. Mindkettő amúgy kurva gáz dolog, de ezeket így saját maguktól gondolták ezek a helyek, hogy azt mondják, hogy ők ezt így nem szeretnék, hogyha náluk csinálnák ezt a kis eseményt. Végül találtak egy helyet, de a helyi polgármester azt mondta, hogy ő ilyen szélső jobboldali eseményt, ő ilyet nem enged, úgyhogy odaküldte a rendőrséget. Hát euroszkeptikus. Hát jó, de az ilyet mondhat egy polgármester, akkor ezt, hogy hát ő egy politikus mondhat olyat, hogy szélső jobboldali, a másik politikus, nem biztos, hogy igaza lesz. Viszont olyat mondani, mondjuk Magyarországon azt mondanánk, hogy Szolnokon a Mi Hazánk csinálna egy rendezvényt, és oda menne a szolnoki polgármester, hogy itt
itt ilyen nem lesz ilyen náciskodás, takarodjatok innen, és betiltja, ráküldi a rendőrséget. Hát ez nevetséges. Nem elképzelhetetlen. Nem elképzelhetetlen, de ugyanúgy föl lennék háborodva, mint azon, hogy a brüsszeli bogármester a brüsszeli rendőrséget ráküldi a teljesen erőszakmentes gyűlésre, ahol most lehet egyetérteni vele, meg nem egyetérteni vele, de hát basszus kulcs, tényleg nem történt semmi, és arra hivatkoztak, hogy nem tudják őket megvédeni az antifa tüntetőktől, meg hát ki tudja, milyen erőszakos elemek lesznek még ott, és hát ezt ők nem tudják vállalni, úgyhogy feloszlatják a rendezvényt. Hogy valószínűleg lement volna ez a rendezvény, senkit nem érdekelt volna. Persze, meg ez most... És most egy tök jó, adtak nekik egy áldozati kártyát. Hát igen, és ki is használja most a magyar kormányzat, csapból is nyilván ez fog folyni, meg az, hogy az antifák össze akarták, fel akarták gyújtani, meg összeverni őket. Tényleg vannak amúgy ilyen agyhalottak, akik antifasisztaként verekednek az utcán, de talán Brüsszelbe se ettől kellett volna tartani, hogy több ezer antifót összeverekszik velük, vagy nem tudom. Nem hiszem, hogy ez egy valós veszély volt, itt publicity stuntot akart nyomni a helyi polgármester, és hát sikerült is neki, reméljük soha nem választják újra. Amúgy Belgium Libant miniszterelnöke is azt mondta, hogy ez elfogadhatatlan. Hát ez nem jött össze akkor. Hát igazából. Igen, cserébe tényleg a hátán vergődhet most egy hónapig Orbán Viktor ezen, mint a büdös bogár, hogy bántottak. Ebben amúgy, tehát igaza is van, hogy ez gáz. Szípek meg lesz itt rendezve, nem kell aggódni az. Ez mindjárt itt van. Ja, holnap az kezdődik. Epikus lesz az. Mikor ez már kijön, akkor már lehet, hogy megy. Igen, már ilyen, még nem küldték el a sajtójegyünket. Igen, valahol elkeveredhetett. Nem, jövő héten van. Így hónapja láttam a reklámot, hogy milyen, mekkora arcok jönnek. De az Orbán megint mond beszédet azért. Persze. Jó. Tök jó, összegyűlnek a konzervatívak, megünneplik egymást. Ez úgy látszik, most már havi szinten nyomják, sőt heti szinten. Most ment lett volna ott, akkor most pár hét a szépek. Mindig összegyűlnek és megünneplik, hogy milyen okosak vagyunk és ügyesek. Ugye ezt is a brüsszeli MCC szervezte részben ezt a cuccot. Miért kell nekünk erre pénzt költenünk, hogy a Nigel Farage össze-vissza beszéljen? Az vágott ki, ez a brexites agyhalott. Tudom. Mi szükségünk van nekünk erre, bazd meg? Ja, Istenem, hát szeretünk ilyenekre költeni, hogy ilyen középkorú korpás bajszok, akik leszerepeltek a világpolitikában, azokkal mutogassuk magunkat. És mit mondjak, Ádám? Futja rá. Hát most igen. Ez van, akkor a szégyen, hogy van pénz, elmaradt a szegénység, elköltünk 75 milliárdot ilyen rendezvényszervezésre, meg ennek a reklámozására, hát most figyelj, de úgy a Balázs Gyula megcsinálja, hát most... A belga miniszter is elítélte ezt, úgy már nem, vagy miniszterelnök, jó. Úgyis ugyanúgy tud vergődni a hátán majd valószínűleg a megafon. Hát a propiban elfér. Más kérdés, hogy ezt mindenki elítéli, és egy szélsőséges eset volt, vagy ez egy rendszer szintű dolog. Ez már nem kell kitérni, ez a van szarva. 20 dolog, ami nem számít egy férfiban, ha igazán szereted. Tessék, ez már kifogásnak hangzik. 20 dolog. Benne van vajon az, hogy megcsal. Hogy nem enged el bulizni. Van egy sor tulajdonság, ami a kollégádban, a szomszédban, vagy egy volt osztálytársadban halálosan idegesítő. De ha életed szerelme játssza meg őket, akkor talán még aranyosnak is találod. Szubjektív lista következik. Legalább bevallja. Na nézd. Idegesítő tulajdonságok. Mit tart a hűtőjében, kivéve, ha emberi testrészekről van szó? Hát azért ez, azért ahányszor dobtunk már ki innen a hűtőből dolgokat. Azért az emberi testrészek tényleg az biztos, hogy red flag. De el kell engedni, hogy azon kívül mi rohad a hűtőbe. Látod, Ádám? Nem csináltam semmit rosszul, bazd. És hogyha rendes, melyik a jobb hűtő, amikor gyümölcsök, húsok, meg mindenféle ocsmányságok vannak összerohadva, vagy szépen vagy emberi kezek vannak, de hogy szépen rendszerezve van, nem úgy, hogy rohad, nem hogy büdös. Ha friss emberi kezek vannak. Azt mondod, hogy hát mindenkinek kell egy hobbi, nem? De ez csak egy vicc, de hogy ki mit tart a hűtőjében, az fontos ezek szerint. Ez neked mondjuk lehet, hogy nem egy jó hír, de hogy... Semmi nincsen most benne. Az egy jó próba lenne, hogyha felhívszom az egy nőt, és mondjuk, hogy hozzam már sört, vagy amit a hűtőbe. És tartanék ott egy izét, egy ilyen üveget, ami tele lenne szemekkel, állatszemekkel. De azért furcsa lenne, nem? És kíváncsi vagyok, hogy mit reagálni. És utána valószínűleg már magyarázkodhat nekik, már mindegy lenne, de hogy... Hát nem tudom, mire mennék fel amúgy a nap végén. Szerintem nem alapoznál meg a bizalmat. Szerintem ez egy remek poén lenne, hogyha leszarod, hogy mi történik. És úgy értem, hogy leszarod, mindig hogy mi történik, hogy elterjed róla. Elterjed, hogy én mondjuk az a bolond, akinek szemek vannak a ütőjében, és így vitatkozok, hogy nem, hát de van. Hát.
Hát igen, ez van. Igen. Így van. Na most ezzel mit vitatkozzak? Fölössz megnézni? És utána már ezzel hívnád a csajokat. Nem jössz föl megnézni a hűtőmbe a szemeket? Igen, de hogy utána már tényleg most nem te vagy az a bolond, de szóval hogy valaki, de az vagy, és igazából nem is tudnál rá magyarázatot rakni, szóval akik így elterjed róluk, hogy bolond, azok is sem gondolják magukat lett bolondnak, csak hát valahogy kiukadnak itt, jó. De azt mondod, ez valójában egy életre meghatározó dolog lehet tenni a szemes Ádám. Szerintem ez menő. Jó, hogy hogyan csókolózik? Persze azért legyen tanulékony. Miért nincs ilyen csókolózási technikák, hogy van a 20 fajta iskola, és akkor mindenkinek van egy kedvence. Kitől tanulod meg? Vagy egymástól tanulják, egymáson gyakorolnak a fiatalok, de lehet, hogy lennének jó tippek, amit lehet adni a fiataloknak, akik nem mennek csókolózni, azért mert nem tudják, mit csináljanak. És te most tudnád egy rendes tanácsot adni nekik? Próbálják meg valamennyire kinyitni a szájukat, nem? Vagy legalábbis így legyen száj. Kezdjük ott. Igen, hogyha a nyelveddel nem éred el azt a izét ott a háton, a nyakába, akkor... Hogyha nem érzed, hogy gyomorsával. Ez nem jó. Úgy van, hogy mind a kettőtöknek amennyire tudjátok, ki kell nyitni a szátokat. Igen, és ez a személynek is nyálasnak. Hát, nem tudunk normális tanácsot beszélni. Szerintem ezek remek tanácsok. Milyen ruhákban jár? Ez nem érdekli. Azt hiszem azért érdekli a nőket, és hogy jó esetben amúgy segítenek is ezzel, mert egy rengeteg... És messzire eljutottál, Ádám. Hát, már nem a szörnyes pólóidban vagy. Ja, hát milyen rég, már nem árulják őket, igen. Hát a régen a pullendber az bevállalósabb volt. Hogy nem érdekli a divat, biztos, de amúgy igen, ezt szeretik az emberek magukra venni, hogy ők úgy öltöznek, hogy akarnak, de közben azért egy ízlésesen felöltözött ember, ha akarod, hanem tud sokkal jobb benyomást tenni. Ki lehet próbálni, bazd meg. Meg mindenki meg tudja találni a stílusát, ami tényleg jó. Nem muszáj még mindig a 15 éves headbanger pólókban menni. Ki van lyukadva itt. Amúgy meg te elmehetsz egy boltba, fölpróbálhatsz ruhákat, és hogyha valamelyik tetszik, azt utána... De megértem, én is utálok ruhát próbálni, de egyszerre ezt le kell nyelni ezt a dolgot, és valószínűleg hosszú távon jobban jársz. De végre egy fontos pont, hogy a horoszkópotok szerint nem teljesen biztos, hogy ti vagytok az évezred álompárja. Szerintem itt nincs igaz a cikknek, ezt nem lehet elengedni, hogyha a horoszkópot szerint nem stimmeltek, akkor. Így van, például, hogyha egy csaj, az egész. Csajnak fontos lenne a horoszkóp, és ezt el kéne engedni, én ezt a csajt elengedném. Biztos van 20 dolog, ami nem számít egy nőben, ha igazán szereted. Hát ez is egy érdekes. Mi egy nőt? Hát azt gondoltam, hogy a férfi cikk verzió az lenne, hogyha igazán szeretsz vele szexelni. Na, hogyha ilyen horoszkóp mániás lenne a nő, akkor ezt nehezen tudnám elengedni például. Hát én... Mármint, hogyha nem a szexről van szó, de hogyha a hosszú távon. Fia, engem nem érdekel, azok annyi hülyesége van az embereknek most, hogyha ez, hogy így iszét számolgat valamit, jó, nem bíztató dolog. Nem bíztató. Ezt nem lehet dolog. Hosszú távon elengedni, hogyha valaki egy idióta. Jó, hogyha ez szerint éli az életét, az szar, mert ez kicsit olyan, mint hogyha az szerint élnéd az életedet, hogy minden reggel dobsz egy dobókockával, és azt mondod, hogy de akkor ma így kell. De nekem a horoszkóp sok mindent szimbolizál, ami így, hogy tudom, mondjam. Tudom a hiszékenységet, az, hogy ilyen mindegy, hogy milyen ellenőrizetlen baromságok, de valamiben hinni akar, szóval nem találja a horoszkóp, a hanem amit a horoszkóp szimbolizál, azt szerintem nehéz hosszú távon egy párkapcsolatban őszintén. Hát azt mondod, hogy nem neked való. Nem, csak azt mondom, sokkal csak olyan dolgokat szoktam. Én vagyok az Ádám ügyvédje, Ádám azt mondja, hogy ő szerint ez nem neki való dolog. Ez így van. Azt mondja, hogy üvöltözik, fölugrál, esetleg könyvbe lábad a szeme a sportközvetítések alatt. Ja, de gáz, nézi a férfi a sportokat, és izét, és elérzékenyül rajta. Investálodni tud valami érzelmileg, mondjuk. Van hobbija? Fúj. Könyvbe lábad a szeme, akkor biztos Manchester rajongó, meg magyar válogatott, de hogy... Már nem ott tart a magyar válogatott sem. Jó, az nem. Meg 10x meccs óta verett. Na, hát akkor jó, akkor azért lábad könyvbe a szeme. Én mondtam, hogy rosszat. Most lesz a... EB. Nem is figyelem, bazd meg, mert csak sírok, hogy én könyvbe lábad a szemem, hogy nem kaptam jegyet. Hát azt mondjuk meg. Ügyetek jegyet. Hogy nem érdekli a ralli, a vadvízi élvezés és kempingezés. Na most akkor mi van? Ja, a foci az nyomorult, hogy sír a foci. De más az, hogy
És nem érdekli a rally? Már bocsánat. Azért ez egy más, a rally az azért azt nem lehet csak újra rallizni, de hogy kempingezni meg, jó, az jó dolog. Ez nagyon specifikus nekem, jó. Hogy összvisz 70 ismerőse van a Facebookon, ezt kell megbocsájtani. Sok. Mi az, túl sok. Ezt kell megbocsájtani. Inkább örülj bazzeg. Nekem az a furcsa, hogyha valakinek több ezer ismerőse van a Facebookon, akkor azt gondolom, hogy azt szerintem furcsa. De hogyha valakinek 70 ismerőse van, akkor lehet, hogy csak leszarja a Facebookot, tényleg csak azt jelölte vissza, aki fontos neki, de leginkább valószínűleg leszarja az egészet. Nekem ez lenne a De grív. Szerintem ez még ez az előtti gondolkodásmód, ami még a szociális médiáról való lekapcsolódás divatba jövetele előtti, amikor még nem sokat be mindenki. És akkor azért, akinek 70 ismerőse volt Facebookon, az legalábbis különc volt. Szerintem menő. Lehet, hogy menő, de az is lehet, hogy nyomi. Hogy a gyerek óta rajong a Conan a Barbár című filmért, és hogy sok kevés dolgot sértett meg annyira, hogy a negatív megjegyzés a Star Wars bármelyik epizódjára, pedig, mint tudjuk, ha valaki utálja Star Wars-ot, ezt a Star Wars rajongók, monológiára, vizuális effektjén zenéjére, hát igen, mondjuk azt, hogy Conan a Barbár című filmen rajong. Szerintem jobb a következő. Gyerekkor, nem, várja azért, hogy régen a Herkules rajongó volt. Ez még kapcsolódik is hozzá. A Herkules? Hát miről most beszélni? Gyerekkorodban miért? Jó, én Sliders-es voltam. Én mindkettőt néztem. Meg MacGyver-ös, de nem rosszabb szerintem, mint manapság Barbie film rajongónak lenni, és belelátni a világ megváltását. Ugyanaz, hogy ami ment a tévében, azt néztük. Ment a Herkules, megnéztük a Herkules, ment a Xena, jó, mondjuk ez tényleg jó volt. Most meg nem tudom, hogyha valaki megnézi ezeket, amik most mennek a tévébe, az akkor mivel jobb? Ezt meg kell bocsátanod, hogy régen volt három sorozat, és gyerekként szeretett belőle egyet, de manapság különösen... meg az, hogy valaki minden héten éppen eldönti, hogy melyik Netflixes szarra van ráfüggve, és akkor az a világ közepe, az bezzeg, az fantasztikus dolog. Vagy éppen melyik Love is Blind, melyik országban megy éppen, az rendben van, azt nem kell megbocsájtani, de Herkules, na ott álljon meg a menet. Igen, de a jó, figyelj, a jó, azért annak nagyon sok szintje van a jónak, jó? Érted? A Herkules nem volt. Okay. Szar a CGI is. Hogy minden növény, ami ezt csak hozzáér, azonnal elpusztul. Vannak, akik egyszerűen nem arra születtek, hogy virágokat gondozgassanak. Hát, sajnos nálam is megdöglött az adóevera. Hogy nincs egy hű kutyája. Hát ez tényleg csak. Hát figyelj, Ádám, hogyha valaki ez átmész, és van kutya, és így ott vagy, nem otthon vagy, nem neked kell ezt a kutyát eltartanod, meg szét orvosnod. Ja, az jó. Átmész, és így megcsomogatod, hogy egy bi-bi-bi. Ez jó. Hogy alacsonyabb nálad, ha magas sarkút viselsz, hát ezt nem tudom, ki lehet ilyen, ki élhet így, ez, szerintem ezt nem kell megbocsátni. Én muszáj magas sarkút is hozzátenni. Szerintem bele kell rúgni. Hogy tőled hallott először John Galliano-ról? Ki a faszomán? Fogalmam nincs. Broca? Hát akkor mi is tőle hallottuk először, de ezt sokat nem tudtunk meg a nevén kívül. Hogy nincs kedvenc foci csapata? Most már ezt is meg kell bocsájtani? Előbb az volt a probléma, hogy van fashion designer. Ó, édes Istenem. Na kit jó. Érdekel? Majdnem elaludt. Hogy sosem tudta, hova tette a csavarhúzót, a lilapöttyös nyakkendőjét, a jogosítványát, a kulcsait. Miért egy helyre rakta őket? Nem tudom. Hogy nem főz úgy, mint egy mesterszakács. Igen, jó, ezt meg kell. Ezt sok embernek meg kell bocsájtani, szerintem. A mesterszakácsokon kívül. Nem, ez meg mi a faszom. Hogy nem töri magát azért, hogy neki legyen a legmenőbb telefonja, ezt meg kell bocsájtani? Hogy nem töri... Várjál, azt teszem. Hogy nem töri magát azért, hogy neki legyen a legmenőbb telefonja, nem ez számít. Nem számít. Igazán, de csak ha igazán szereted. Ezt így akarta megfogalmazni, ezek teljesen meg... Szerintem az amúgy a, itt nagyjából öt dolgot tudott volna valójában leírni, és akkor még, de azért írtam. De az van. Fontos, hogy menő telefonja legyen? Jó van, ezt hagyjuk is. Már mint 33-10. Mint hogyha izébe, gimiben lenne. Gimiben, általános iskában, hogy olykor segítségért folyamodik a mamád vagy a legjobb barátnőt személyében, amikor valami igazán különleges ajándéka szeretne meglepni. Nem az a fontos, jó. Oké? Okay? Hogy nem emlékszik a kapásból összes ruhádra, cipődre és táskádra. Az feltűnt, hogy a nők tényleg tudják, hogy mikor mit hordtak. Mondjuk én is tudom, mert mindig ugyanazt hallom, szóval ilyen szinten lehet, hogy egyszerű. Saját 5 darab pólomat nem tudnám felsorolni. Amúgy én sem, de hogy vannak, akik tudják, hogy mikor miben voltak, és ez elképesztő számomra. Hogy nem térdelt el, amikor megkérte a kezedet. Az sosem rossz, amikor a fontos pillanatokban egymás szemébe néztek. Hát ugye térdelve nem lehet egymás szemébe nézni. Mondjuk ez, szerintem ez a legkomolyabb az összes közül. Na jó, hát ez tényleg
figyelmeztetett, hogy szubjektív lista következik. Kérdés, hogy ezt érdemes-e megírni egy újságcikken, de amúgy rendben van. Szóval ezeket léci, bocsássátok meg a férfiaknak, mi sem lehetünk tökéletesek, nem lehet mindenki mesterszakács. Nem állhatja meg mindenki a könnyeit a foci csapat meccsén, ami nem a kedvenc foci csapata, mert amúgy leszarja, nincs ja. kedvenc foci csapata. Elrihegünk, röhögünk ezen, de aztán nagy, én is megírjam ezt a listát a nőkről, és aztán sértődés legyen. Na jó, várjál, már szexista. Na jó, mondom, de csikisör kiakad rajta. Ja, igen, ne felejtsétek el, több módon is tudtok támogatni minket, többek között azzal, hogyha az Iponon a mi kosárkódunkkal vásároltok, ami a jól van, ez így, kosárkód. Gyertek a Patreonra, mindenféle extrákat lehet. Előző hétvégén raktam ki videót. Előző hétvégén Borkával beszélgetünk dolgokról. Ez izgalmasan hangzik, dolgok. Ezért csatornákkal kapcsolatban. Vagy mégse? Meglátjuk. Ki tudja, mi az... Az is lehet, hogy arról, amire gondolt, webshopon találtok menő cuccokat, amiknek a megvásárlásával ugyanúgy tudtok minket támogatni, és amíg azon nézelődtök, addig nagyon gyorsan el fog telni az idő holnap ilyenkorig, amikor mi ismét itt leszünk. És ti, itt lesztek.